tanácskoztak a képviselők. Beiktatták a bírósági ülnököket. Virágokat ültettek a fogyatékkal élők. Jó estét kívánok! A képviselők elfogadták több önkormányzati cég féléves beszámolóját. Közmeghallgatás volt a testületi ülésen, a jó sportoló diákok pedig elismeréseket kaptak. Több önkormányzati cég féléves beszámolóját tárgyalták a képviselők soros ülésükön. Az észrevételek jelentős része a gazdasági társaságok gazdálkodásával kapcsolatban hangzott el. A képviselők határoztak arról, hogy a város pályázik az UNICEF gyermekbarát település, valamint a fogyasztóbarát település címelnyerésére. Az önkormányzat közbeszerzési eljárást indít a városi jelképalkotás elkészítésére, amelyet a Radnóti téri körforgalomnál helyeznek majd el. Arról is döntöttek, hogy az Ady Endre könyvtár ideiglenesen az egykori cukorgyár területén működik majd július 1-től. A könyvtár jelenlegi épületében egy multifunkcionális kulturális központot alakítanak ki, amelyben egy 350 fő befogadására alkalmas színházterem is helyet kap. Közmeghallgatást is tartottak, egy észrevétel hangzott el az önkormányzati bérlakások nyílászáróinak cserével kapcsolatban. Horváth Riád polgármester ismertette, hogy heteken belül elkészül egy koncepció a probléma megoldására, amelyet részletesen ismertetnek majd a lakókkal. Az ülésen polgármesteri elismeréseket kaptak a 60-i Kodály Zoltán értékközvetítő és képességfejlesztő általános iskola kiváló sporteredményeket elért tanulói, valamint a felkészítő pedagógusok és edzők. Letették esküjüket a bírósági ülnökök 60-ban. Munkájukat elsősorban büntetőügyekben és büntetőeljárásokban veszik igénybe. Nógrádi Katalina 60-i járásbíróság elnöke után ismételték a bírósági ülnökök az esküt. Megbízó levelüket Horváth Rihárd polgármestertől vették át. Összesen 14 ülnököt választottak 60-ban és térségében. Ezt a pozíciót csak 30 és 70 év közötti választójoggal rendelkező magyar állampolgárok tölthetik be, akik büntetlen előéletűek és nem tagjai egyetlen pártnak sem. Javaslatot tehettek a társadalmi szervezetek, bíróságok és az önkormányzat is, de az ülnökök személyéről a képviselőtestület döntött. A fiatal korúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési oktatási intézmény tantestületei jelölték. Az ülnökök munkáját elsősorban büntetőügyekben és büntetőeljárásokban veszi igénybe a bíróság, ahol a kiszabható büntetés már 8 év szabadságvesztés is lehet. A súlyosabb bűncselekmények esetén 8 évnél hosszabb szabadságvesztéssel büntetendő büntetőügyekben ítélkeznek az ülnökök. Példálózva tudom mondani a rablást, a szexuális bűncselekményeket, amelyek jellemzően a 60-i járásbíróságon előforduló büntetőügyek. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A Hegymenet Klub ellátottjai segítettek 60 virágosításában. A Bástya utcában ültettek egynyári virágokat. Gulyás Katalin főkertész szerint fontos, hogy a környezet szeretetére neveljék őket. Folyamatosan ültetik az egynyári virágokat 60-ban, több mint 50 ezer muskátlit és petúniát helyeznek ki a napokban. Ebben segítettek a Hegymenet Klub dolgozói és ellátottjai is. 60 városában kettő baptista szeretett szolgálat által fenntartott intézmény működik, egyik a Grassalkovics Antal szakképzőiskola, a másik pedig a Hegymenet Klub, ahonnan az ellátottak kint vannak és segíthetnek itt a szépítésben, a parkok rendezésében. Az iskolának ugye nagyon sok sajátos nevelési igényű, illetve problémás fogyatékkal élő diákja is van, illetve tanul. Ők elsősorban kosárfonó, illetve például a kertész szakma csoportban is tanulnak nálunk, és ez pont egy jó utána gondolat, hogy itt a Hegymenet Klubban ők tovább tudnak velük foglalkozni, szakemberek, és tovább tudnak ott velük dolgozni. Gulyás Katalin, 60 főkertésze azt mondja, fontos, hogy minél többen érezzék magukénak a város szépítését. Szeretnénk, hogyha a környezet szeretetére tudnánk őket nevelni, és együtt dolgoznának az egészséges emberekkel, mint egy példát mutatva. Most a Városgondnokságnak a dolgozói, illetve az önkormányzat dolgozói tevékenykednek itt. A cél az, hogy az egészséges emberek, illetve a fogyatékkal élők együtt
tevékenykedjenek, együtt gondolkodjanak, és így városunk minél szebb legyen. A Hegymenet Klub ellátottjai nagyon élvezték az ültetést, hiszen, mint mondják, nagyon szeretik a virágokat. Én szeretem nagyon a virágokat, főleg a tulipánt, akkor ilyen törcsévirágokat, ezeket. És annyira szereti a nokköziből, a csodálják a virágot, a anyát nyapján. Nagyon szereti, nagyon mindenki, nagyon szereti, mindjárt. Szeretitek mindannyian a virágot a napközibe. Gulyás Katalin főkertész azt mondja, későbbiekben szeretnék a Hegymenet Klub ellátottjait még több környezetvédelmi programba bevonni. A Nemzetközi Gyermekrajz Kiállítás jubileumi 10. tárlata nyílik meg szombaton 14 órakor a 60-i galériában. A Tilma Alapítvány a legsikeresebb alkotásokból állította össze a kiállítás anyagát. Vasárnap 13 órakor kezdődik a gyermeknapi program a főtéren, fellép az Iszkiri zenekar. Pénteken sok napsütésre, kellemes időre számíthatunk, mérsékelt marad a nyugati délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 8 fok között valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 25 fok között alakul. Kedves nézőink, Önök a híradót látták, most a színpad következik, további jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!